segíteni. Gergő, igen? Az első közjátékban, ha lehetne, most kicsit sokak a basszusban a cselló. Igen? De, igen. A jazzben? Igen, most kicsit sok. Jó. Aha. Egy kicsit vissza lehetne. Ennyi elég. Megvan? Hát, én! Nagyon szép lesz. A végén ez a taji, ahogy átmegy a grafikus mozgásba, pontosan ugyanazt a vonalat kéne követni. Értem. Tehát nem csak glisszandó. Hát úgy glisszandó, hogy közben pont azt a vonalat követi. Tovább az első klarinétban a 26... Számomra mindig izgalmas volt, hogy felfedezzem és lássam, hogy kik vannak olyan szólisták, akik valami rendkívülire képesek, és ez számomra mindig egy inspiráló valami volt, hogyha felfedeztem egy olyan hegedűst, mint Baráti Kristóf, akkor született egy hegedű verseny számára. Dobrovai mester ott volt már az előkészítő próbák végén is, két próbán, és nekem végig nagyon nemhogy csak segített, hanem az öröm és az a lelkesedés, amivel, tehát ő nagyon pozitívan állt a próbához, és nagyon tetszett neki, amit a próbákon dolgoztunk. És ez azt hiszem a zenészeknek is, de nekem személy szerint biztosra tudom mondani, hogy nagyon nagy plusz, még plusz lelkesedést adott, hogy hát aki leírta, azt hallja, amit szeretett volna hallani. Kortárs zeneszerző, ilyen magas szintű és ilyen, hogy úgy mondjam, a kortárs zenéhez képest nem annyira konvencionális zenét ír, ami magyarra lefordítva azt jelenti, hogy egy teljesen élvezetes, dallamokkal, ritmus játékokkal, nagyon sok hangszeres effekttel rendelkező zenét ismerhettem meg. Én nekem az nagyon tetszik dobrovai nyelvében, amit ő kevert ki magának, és ő szült meg magának, hogy tudomást vesz arról, hogy igenis 20. században élünk, tehát nem úgy kell írni, mint régebben, de arról is tudomást vesz, hogy a dallamot nem lehet leváltani, a ritmikai fantáziát nem lehet leváltani, a hangszín fantáziát nem lehet leváltani, tehát a zenét nem lehet a matematikával egyelővé tenni. Második hegedű verseny, amiről most beszélek, és ugye ez is egy külsőre, egy teljesen szabályos, gyors, lassú, gyors, ugye, Vivaldi óta megszokott háromtételes tételrendet mutató hegedűverseny. A harmadik tétel, hát az egy ilyen humortól, életörömtől dúzadó és elképesztően virtuóz anyag, ahol megint csak a hegedűjátéknak a határait feszegeti. Tehát ez biztos, hogy rettenetesen nehéz megtanulni még egy olyan kivételes kvalitású művésznek is, mint mondjuk Baráti Kristóf. A tegnapi próba az számomra külön kihívás volt, ugyanis én Madridból érkeztem reggel, és egy próbával és egy főpróbával ezt a művet eljátszani, azért azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagy teljesítmény. Kialakult egyfajta kapcsolat, és ennek végeredménye lett ez a mostani hegedű verseny, amire hát nem utolsó sorban azért nagyon büszke is vagyok, hogy egyrészt rám gondolt akkor, amikor ezt a művet megírta, és
hát, hogy finoman fogalmazzak, nem kímélte a szóló stimmet. Mind nehézség, mind zenei tartalom tekintetében egy nagyon gazdag és egy nagy kihívás ezt a hegedű versenyt játszani, de ugyanakkor nagy öröm is, úgyhogy nagyon örömmel nézek elébe a ma esti bemutatóra. Tündérszép Ilona és Ágy Jérus királyfi a liszti szimfonikus költeménynek egy késői örököse, ez egyfajta mese, szimfonikus költemény, végül is mégiscsak egyfajta programzene, tehát azért ez részben illusztratív. A Tündérszép Ilona és Ágy Jérus királyfiból fogom ezt a részletet megmutatni. Ez amikor
Tündérszép Ilonát meglátja, Ágyilos királyfi, egy gyönyörű, szép fiatal lányt, és akkor megszületik ez a gondolat, ez a zenei gondolat. Szent István Király szimfonikus zenekarban most is van egy nagyszerű ütős, Gianda Vitali, aki nagyon sokféle hangszert tudott játszani, és úgy éreztem, hogy őt érdemes lenne kiemelni. És kérdeztem tőle, hogy milyen művet tudna elképzelni, hogy zenekar kísérettel el tudna játszani. És akkor mondta ő, hogy amit legszívesebben játszana, a Dubrovainak az ütőversenye. Megismertem a darabot, megkaptam a kottát, hát az ütős szempontból hihetetlen nehéz, de játszható. Neki nem tudom hányféle hangszeren, marimbán, timpánin, harangjátékon, vibrafonon, mindenféle hangszeren kellett játszani, és úgy volt megkomponálva, hogy mindegyikhez oda lehetett érni. Tehát rengeteg hang volt benne, de technikailag kivitelezhető volt. Most ez annyira föltűnő volt, hogy valaki így ismeri a hangszereket, és ráadásul ütő hangszereket, ez ilyenfajta művet nem nagyon ismertem. Delacroix napolját olvasva volt egy gyönyörű mondata, amit megegyeztem, hogy egy hang az még semmi, de két hang az már egy gondolat együtt. Na most ez a döbbenetes ebbe a zenében, hogy valóban gondolatot kell a zenei források mögé is tenni. Én nem hiszem, hogy van még egy olyan fizikálisan meghatározott művészet, mint a zene. Dubrovénál mondatok vannak. Egy. Másik dolog az az, hogy ehhez megtalálja azokat az eszközöket hangszerelésbe. Itt lehet beszélni az ütőhangszerekről, lehet beszélni a rizfúvós hangszerekről, vagy a vonósokról. Azokat, ahogy ő használja, ez is egy egyéni megoldás. Én ezt sehol nem hallottam. A Dubrova is. Más szerzőnél nem hallom ezt a... Ez a rengeteg ötlet van, de nem öncélú az ötlet. Ez az érdekes benne, hanem a mondani való szolgáltába állítja. Én nekem az nagyon tetszik, hogy az a bizonyos nyelv, amit Dubrovai magának megalkotott, és egy nagyon koherens egységet alkot ez a nyelv,
az tudomást vesz a világnak a fiziológiájáról és fizikájáról, és felhangrendszerben gondolkozik, ami a dúrakor, persze a kibővítése, a dúrakor, szeptim, nóna, 11-13, amit egyébként már a jazz is felfedezett magának, de hogy ebből indul ki, és ez érthetővé teszi, hogy ne mondjam, közérthetővé teszi ezt a zenét. Dubrovajnak van egy óriási nagy kísérlete, az, hogy ezt az elrontott harmóniát, ezt a világban annyira fontos egyensúlyt, amit valamikor ez az emberiség érzett, újra helyre kéne állítani, de nem a régi módon, hanem átugorva ezt a zűrzavaros állapotot, a harmóniáknak és a modern technikának olyan eszközeit használni, ami egy magasabb fokon állítja helyre azt, ami az időben elveszett. A Faust az elkárhozott című táncjátékomból fogok játszani egy témát, a szerelmi témát. Körülbelül 12 percnyi zenét én másfél nap alatt megírtam. Úgyhogy ez egy olyan teljesítmény volt, hogy szinte vitt tovább, nem tudom mi. Egyszerűen meg kellett írni ezt a témát. Ez a szerelmi kettősnek és a szerelmi téma, amiből később aztán írtam egy parafrázist zongorára, hát abból fogok játszani, megpróbálom legalábbis eljátszani a témáját. Nem könnyű, mert ez egy nagyon virtuóz zongora darab. Történet egy nagyon-nagyon nehéz témáról beszélt. Tulajdonképpen egy elkárhozott ember egy az életét végül is rossz döntésre föltévő ember találkozik Afroditével, az igazi nővel, az anyaságnak, a nyugalomnak, a családi békének a megtestesítőjével. Szinte halljuk, szinte látjuk, ahogy kiemelkedik a habokból. És ugyanakkor belevegyül ebbe a csodálatos családi idillbe, belevegyül egy fájdalmas szál, amikor gyermekük, az Ikaruszként ismert személy megpróbál ettől a földi valóságtól elszakadni. És mindannyian tudjuk, hogy nem sikerül. Elégnek a szárnyai, és maga Afrodité is visszamegy abba a világba, amelyik már távol van az emberektől. Tehát egyszerre szólal meg benne a családi boldogság, és az az illékonyság, hogy hogyan lehet pillanatok alatt, hogyan történhet meg, hogy a harmóniából tragédia lesz.
új generáció született Magyarországon, akik különböző nagy nyugat-európai zenei centrumokból érkeztek vissza Magyarországra. Durkó Zsolt Rómából, Bozay Attila Párizsból, Dubrovai László Németországból, ugye aki ott Németországban az elektronikus zenével foglalkozott, ami hát nálunk akkor még egy szinte elképzelhetetlen dolog volt. 1975-ben jöttem haza Németországból, és akkor pillanatnyilag nem volt sehol állásom. A színművészeti főiskolán nem akartam akkor repetitori munkát folytatni, mert gondoltam, hogy fontos, hogy most én a zene területén, amit lehetséges, oktatás területén és zene területén kell, hogy dolgozzak. Aztán véletlenül úgy alakult, talán egy pár hónap alatt, hogy a Zeneakadémián az előkészítő tagozaton megüresedett egy szolfés tanári állás, és akkor én oda kerültem. Brahms harmadik szimfóniájából zongorázott a lassú tételből. Annyi volt a feladat, hogy mindenki írjon le annyit, amennyit tud. Ugye ő a teljes partitúrát játszott a zongorán, és nem tudom, talán 6-szor játszotta el, és számára ez egy fokmérő volt, hogy akkor ebből ki mit hal meg. Azután rendkívül bonyolult gyakorlatokat, ritmusgyakorlatokat kellett lejegyeznünk, és miután a felvétel is sikerült, kiderült, hogy ő lesz a mi osztályunknak, tehát a mi zongorista évfolyamunknak szolfés zeneelmélet tanára, így jártam hozzá 3 évig. Rengeteg tapasztalatot jelentett, hogy lehet egyáltalán ilyen nagyon tehetséges, kiemelkedő képességű gyerekekkel foglalkozni. Persze ez azt jelentette, hogy sokszor egy-egy gyerekre saját testére szabott oktatási módszert kellett kitalálni nekem, és ez mindig feladatot jelentett, és nagyon-nagyon szerettem. Az 1970-es évek első felében nyugaton megtanult technikákat hazahozta. Hazahozta egyébként a szónak nem csak a virtuális szellemi értelmében, hanem fizikailag is, hiszen ő hozott haza olyan szintetizátort, amit valószínűleg senki nem is ismert akkor még itthon, és ezeket az élő elektronikai műveket ennek segítségével tudta különböző helyeken bemutatni. 1971-ben, amikor Kölnben tanulhattam, posztgraduális képzésen, Karlheinz Stockhausennél és az elektronikus stúdiójában dolgozhattam, a Westdeutscher Rundfunk stúdiójában, és ugyanakkor a Zeneakadémiának az elektronikus stúdiójában, ott nagyon komoly akusztikai és fizikai oktatásban volt részem, úgyhogy tulajdonképpen az megváltoztatta teljesen a hangról való elképzelésemet, ugyanis addig azt hittük, ugye, vagy azt hittem, hogy a hang az csak egy pontszerű jelenség, és az a 12 hangban, amivel évszázadokon keresztül dolgoztak a zeneszerzők, hát ez nem így van, hanem a hang is egy folyamat, annak van belső élete, egy mikrovilága, amiben szintén bele lehet nyúlni, annak a vibrátóját meg lehet mozgatni, lehet gyorsítani, lassítani, a felhang összetételébe be lehet nyúlni, meg lehet változtatni a dinamikai arányokat, a felhangok dinamikai arányát, ebből új hangszínek keletkeznek, tehát rengeteg olyan új élmény, ami aztán elindított egy teljesen másfajta gondolkodást. A szemünk előtt, a fülünk hallatára keletkezik egy új minőség. Na most... Ez a fajta gondolkodás, ez ugye később tovább megy abban, hogy akusztikusan is el lehet érni ugyanezeket az izgalmas új hatásokat, amiket ugye az elektronika, vagy később a komputeres zene esetében azzal lehet megvalósítani, hogy tulajdonképpen ilyen mikroszkóp alá veszi magát a hangot, és belenyúl a hangba, és így olyan hanghatások keletkeznek, amelyeket a természet nem tud produkálni, vagy normális körülmények között a hangszerek sem tudnak produkálni. Volt egy olyan periódus az életemben, amikor hazahoztam Németországból szintetizátort, elektromos orgonát, meg különböző elektronikus berendezéseket, és live elektronikus koncerteket rendeztünk. Kiderült az ugyanis, hogy amikor csak hangszóróról játszunk be zenét, hát az sokkal unalmasabb, és nekem még
konkrét kísérletem is volt ilyen irányba, hogy ugyanazt a zenét eljátszattam élőben, és eljátszattam felvételről, és időben mérhető különbség volt, hogy a közönség mennyivel jobban képes odafigyelni, amikor előadó művészek játszanak. Én is voltam ilyen koncerten, és valami fantasztikusan izgalmasnak találtam, hogy ott nem egy hangszalagra rögzített muzsikát hallunk, hanem élő művészt látunk, akusztikus hangszerrel, csak éppen ott van egy szintetizátor, ami közben képes modulálni azt a hangot, ami ott keletkezik. 60-as évek elején majdhogy nem tiltott zene volt az elektronikus zene, Stockhausen nevének az említése is már egy hónap börtön. Ez egy nagyon-nagyon új, új műfaj. Amikor az első hangversenyeink voltak live elektronikával, annyian voltak kíváncsiak, hogy meg kellett ismételni a koncertet, és rendőrök álltak a bejáratnál. A Vörösmarty téren volt akkor még annak idején a filharmónia zenekarnak, filharmonikusoknak a próbatermébe, meg kellett ismételni a hangversenyt. És egy éven belül 6 vagy 7 helyen jártunk hangversenyt adni. Olyan siker volt, hogy a koncert után fiatalok jöttek oda, hát nyilván műszaki érdeklődésű fiatalok is, egyetemisták. Egy órát mindig magyarázni kellett, hogy mi ez a szintetizátor és mit csinálsz. Óriási igény volt rá. Dobrovay László nem csak a szocialista realizmustól, szociáltól igyekezett menekülni, hanem ő volt az, aki a bartóki hagyományoknak a legjobb értelemben egy folytatója. Ő innen indul, hogy az akusztikának a végtelen lehetőségeit keresi. Emlékszem, hogy már 1977-ben adott egy olyan interjút, ahol mondta, hogy az akusztikai lehetőségek végtelenek. Ez az egyik része a dolognak, de mégis annak a zeneműnek, ami ezeket az új akusztikai lehetőségeket bemutatja, legyen ez akár elektronikus úton elért, akár úgy, hogy akusztikus úton éri el, de teljesen új, megdöbbentő játékmódokat alkalmazva. Tehát ezeknek egyfajta hagyományos zenei rendben kell megjelenni, mert különben a közönség nem tud mit kezdeni a darabokkal. No, ez a darab komputerrel készült, a Logic Pro 9-es programmal, és az a címe, hogy a Clown utolsó álma. Ez olyan, mintha egy filmzene lenne, mint ahogy lehet látni, minden szólamát én programoztam, ezek a harmóniák, ez pedig a basszus. A Millennium kapcsán ő komponált különböző zeneműveket, ha jól emlékszem, szám szerint 4-et, és amikor ez rákerült egy CD-jére, ami már szerintem akkor kereskedelmi forgalomban is volt, akkor ő benne megszületett egy nagy elhatározás, nevezetesen azt, hogy ő szeretné ezt a CD-t eljuttatni a Magyarországi Általános Közép- és Zeneiskolákba, és akkor keresett meg bennünket. Hát személy szerint azt hiszem az első telefon, amit tőle érkezett, az hozzám irányult. Én persze gyorsan át is passzoltam feleségemnek, aki nálunk már akkor tájt is elsősorban foglalkozott az alapítványi ügyekkel, és az akkor már működő Béres Alapítvány a teljes életért foglalkozott ilyen kultúratámogatási tevékenységgel, és úgy emlékszem, hogy hát ez már 2002 vonalában van ekkor, hogy ők veszik fel a személyes kapcsolatot. Életem egyik legnagyobb eseménye volt, amikor a Millenniumi CD-t a Béres RT 3000 példányba szétküldte általános és középiskolákba. Ez egy olyan tett volt, hogy mivel a művek a kodályi, bartóki
gondolkodásnak a folytatása, tehát mindenképpen magyar identitást erősítő művek. Ez nagyon fontos volt, hogy eljutott ide az iskolákba, és ez Béres RT-nek egy nagyon nagy tette volt. Szerintem, amikor Laci ezt kezdeményezte, akkor volt benne egy, talán egy olyan félsz is, hogy na vajon egy vállalkozó vagy egy vállalat egy ilyen feladatra hogyan csap rá, vagy esetleg elzárkozik tőle, és mivel mi ebben partnerei tudtunk lenni, ez egy nagyon kedvező folyamatot indított be benne, véleményem szerint, és a kettőnk viszonyában is. Feleségem titokban kitalálta, hogy ha ennek a férnek nem kellenek tárgyak, akkor egy zenemű. És mivel megvolt ez a kapcsolat, hát kihez máshoz, mint Dubravai Lászlóhoz fordulhatott a feleségem, hogy akkor szerezzen ehhez az emberhez egy zeneművet, és majd a születésnap lesz az az alkalom, ahol egy bizonyos hallgató közönség előtt megtörténik ennek a zeneműnek az ősbemutatója, és hát mindez így lett. Feloldásnak és a megdicsőülésnek, vagy az ég felé törésnek, vagy az Isten felé való törésnek akkor van értelme, hogyha a pokol is létezik. Tehát ez mindig így egységében szemlélendő, és ezt én természetesnek tartom, hogy nagyon nagy feszültségekkel is dolgozom, és ha szükséges, akkor pedig a legideálisabb és legéteribb hangzásokkal is. A zene, amióta zene, azóta tulajdonképpen feszültségekre és oldásokra épül. A nagy mesterek ezt hamar felismerték, hiszen megint csak egy természet adta eszközről van szó. A feszültség és oldás, ez megmutatkozik nagyobb léptékben, de megmutatkozik egészen kicsi léptékekben is. Tehát tulajdonképpen, hogyha ezt a kérdést feszegetjük, akkor rá kell térni arra, hogy Dubravai kidolgozta a maga sajátos harmónia rendszerét. Tehát ő egyrészt foglalkozott a mikrointervallumokkal, a mikrohangközökkel, ezt
ugye egyszerűen úgy lehet megmagyarázni, hogy a fél hangnál kisebb hangközökkel. Másrészt viszont a felhangrendszer segítségével, vagy kitágításával egyfajta új harmóniarendszert is kidolgozott, amiben végül is ugyanazok a funkcionális vonzások valósulnak meg, ami a hagyományos harmónia rendben. Elemzéseiben is mindig mondta, mindig kimutatta azt, hogy ha végül is a zenét alapelemeire bontjuk le, és a zene belső lényegét próbáljuk megfogni, az nem más, mint feszültség és az oldódásnak a kapcsolata. Vagyis az, hogy feszült akkord hogyan vonzza az oldódást, és az oldódásból hogyan alakul ki ismét feszültség. Az első himnikus intonáció, amit írtam, a Cantata Aquilarumnak a befejező része, ahol egy gyönyörű szép szöveg Gyurkovics Tibor, aki inspirált erre, azt írja a legvégén, hogy addig csak járjuk ezt az iskolát, mit Adi, Ijés és Radnóti járt. Tavat, csatát, dombot, kolostort, még zsámbékot is, ami összeomlott. Ez a haza, a tájban a haza, és így folytatódik. Fiatalok mit szóltak ehhez? Mikor az első zenekari próba volt, akkor a kórus rögtön rájött arra, hogy hoppá, itt van valami. A nagyon nehéz anyag van, mikor kapott segítséget a zenekartól, van, mikor önállóan kellett megoldani az énekszalmat, és ez egy nagyon nagy kihívás volt. Mivel ott voltam a Művészetek Palotája beli előadáson, amelyet Záborszky Kálmán vezényelt, magam is tapasztalhattam, hogy mennyire megfogja ez a nézőket, tehát mennyire magával ragadó ez a mű, ami azt gondolom, hogy hát abból is fakad, hogy miközben új hangszíneket, új játékmódokat alkalmaz Dubrovai László a zenekarban, sőt a kórus esetében is, mégis az egész mű egy nagyon világos szerkezetben van megírva. Járjuk az iskolát, lépcsőzetesen, tömbökben mozog a vonószenekar, és uniszónóba énekel a kórus. Magyarok jövetelétől kezdve a mai napig egy átfogó repülést mutat a magyarság történetéből. Itt benne van a törökökkel, a tatárokkal vívott harcunk, a küzdelmeink, a 56-os szabadságharctól kezdve 48. Ami fontosnak érezte Gyurkovics Tibor, az szépen belefogalmazta ebbe a költeménybe. Alapvető sorskérdésekről van szó, amiről például nagyon keveset szoktak beszélni, ez a keleti-nyugati dilemmája a magyarságnak. A műnek a kicsengése egy nagyon optimista hang. De a legutolsó akkord, abban van egy kérdőjel, hogy is lesz ez tovább.
nagyon jó az ő darabját vezényelni, mert rengeteg minden van benne. Tehát vannak olyan drámai mélységeket jár meg, ami nyilvánvalóan minden nagy alkotásnak, és főleg az eszmélységnek kell utat mutatni. És ő a végén, a darab végén mindig mutat utat. Nagyon érdekes. És egy optimista szemléletű valaki. Ez a helyzet. Az, hogy a legpokló poklát is meg tudja mutatni, ez azért van, mert ahhoz is ért. Tehát ez és megvannak az eszközei hozzá. Ez elsőbb a harmónia és hangszerelés és az egész elgondolásban. Különlegessége még valójában annak, amit Dubrovai László csinál, hogy ő a magyar zenei motivumokat, akár a régen keletről jött motivumokkal együtt, úgy alkalmazza a zenéjébe, hogy ugyanakkor a nyugati harmónia rendszernek és az újabbkori technikáknak is megfelel. Tehát ötvözni tudja a kettőt. Tehát miközben hallgatod a muzsikáját, jól érezhetően kihallod belőle azt a valamit, amit olyan nehéz szavakba foglalni, hogy ez itt egy magyar táj, ezek magyar szenvedések, magyar örömek. A magyar történelemnél ugye a második himnuszunk tulajdonképpen az Egrissy féle szózat. Nagyon sokszor elhangzik egymás mellett. Mire utal ez? Hát ugye a 48-as szabadságharc és annak a hőseire, időre, arra világra, ahol a verbunkos világ, tehát a verbunkos is benne van ebbe a dologba. Erkel is használja a verbunkos zenét. Na most Dubrovi, nem tudom, hogy mi szállta meg, mikor. Egyszer csak azt hiszem, neki ezt meg kellett írni, erre a szövegre a dallamot. Engem foglalkoztatott régóta az, hogy az Egressy Béni szózatját nem tudják énekelni az emberek, mert túl nehéz, túl sok hajlítás van benne, meg még időnként rossz magyar prozódia is, hogy ez szakmailag nem egy olyan tökéletes megoldás, és emiatt gondoltam, hogy ugyan megvolt a 19. századnak a magyar szózata, ami a nemzeti romantikában gyökerezett, én megpróbálom megcsinálni a 21. század szózatját. Thank you.